26. alkalommal szervezték meg a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken az egyetemi nyelvészeti napokat. Ahogyan a nyelvészet mint tudomány alakult az elmúlt évek során, úgy alakult ez a konferencia is. Ma már nem csak nyelvészeti, hanem irodalomtudományi, jogtudományi, pszichológiai és szociológiai előadásokat is hallhatnak az érdeklődők. Nyilatkozta dr. Toldi Éva tanszékvezető. 10 hazai intézmény mellett 14 külföldi intézmény és kutatói intézet kerül ezáltal kapcsolatba az újvidéki magyar tanszékkel, és ezt nagy eredménynek tartjuk. Kétnyelvűségről még mindig elég sok minden, nem egyeznek a vélemények a körül, hogy mi a kétnyelvűség, hogy jó-e az, nem jó, hogy káros, hasznos, hogy esélyt vagy hátrányt jelent az embereknek. A nemzetközi tudományos konferenciára a Vajdaság mellett Magyarországról, Horvátországból, Szlovákiából, Finnországból és Romániából is érkeztek előadók. A nyelvészeten belül, és elsősorban itt most a nyelvi tájképkutatásra gondolok, azt néztük meg, hogy ez a meghirdetett multikulturalitás, zárójel, a pályázat, amivel megnyerték ezt a státuszt a városnak, annak az egyik kulcsszava pont a multikulturalitás volt. Azt akartuk ellenőrizni, hogy Temesvár látványában, tehát a nyelvi tájkép fogalmán belül valóban multikulturális városnak mondható-e. Nekem az egész munkásságom a kétnyelvű mentális lexikon kutatása, és az elmúlt 25 évben eljutottunk odáig, hogy most már megkérdőjelezzük azt, hogy egyáltalán van-e kétnyelvű mentális lexikon. A rendezvény késő délután kötetlen beszélgetéssel zárult.